az EW9H378S típus jelzésű Electrolux hőszivattyú szárítógép egy A3 pluszos energiaosztályba sorolt modell, ami azt jelenti, hogy éves szinten 176 kWh áramot fogyaszt. Ugye ezt az éves adatot 230 szárítási ciklus alapján határozza meg a gyártó. Ennek a készüléknek 8 kg a maximális töltőkapacitása és 65 decibel a zajszintje. A készülék kezelőfelületét, ha megnézzük, van egy főkapcsoló, ezzel tudjuk áram alá helyezni a szárítógépünket, és a programválasztó segítségével a betett ruha anyagának megfelelő szárítóprogramot tudjuk kiválasztani. Megtalálható a program kínálatában a pamut energiatakarékos program, a sima pamut program, van szintetikus anyaghoz, emellett egy kímélő program található benne, takaró program, egy frissítő program, gyapjúhoz, selyemhez egy önálló program, kültéri sportruházathoz, farmerhez, illetve van ágyneműhöz, és van egy vegyes mix program, ami egy nagyobb kapacitású, egy XL mennyiséget tudunk beletenni, a többi programhoz képest nagyobb a töltőkapacitás. A kezelő panelen, a kijelzőn látjuk mindig a kiválasztott programhoz tartozó programfutási időt. Be tudjuk állítani, hogy milyen végeredményt produkáljon a készülék. Van a vasalás száraz, szekrény száraz, illetve az extra száraz végeredményünk. Van benne egy úgynevezett gyűrődésmentesítő ciklus. Ez az alapprogramhoz rendelhető hozzá. Ennek azért van jelentősége, mert ha úgy fejeződik be a program, hogy nem vagyunk ott, nem halljuk, nem tudunk azonnal kipakolni, akkor ő maximálisan még 2 órán keresztül jobbra-balra egy fél fordulatot a dobon fordít, hol jobbról, hol balról, tehát folyamatosan lazán tartja benne a ruhát, hogy ne gyűrűdjön meg addig sem, amíg majd a későbbiekben ki tudunk pakolni. Tudunk időre történő szárítást is állítani. Itt meghatározható, hogy hány perc alatt szeretnénk, hogy befejezze a szárítást a készülék. Ennek viszont az a veszélye, főleg kényes textiliáknál, hogy ez úgy működik, hogy magasabb hőmérsékleten dolgozik, ugye főleg egy nagyon rövid időtartamú szárítóprogram alatt a készülék. Tehát kényes textiliát rövid időre ne tegyünk be, mert a magas hőfok miatt az anyag összemehet. Van arra is lehetőség, hogy késleltessük az indítást, 1 órás ugrásokkal egészen 20 órával előre tetszés szerint meg tudjuk határozni az indítás időpontját. Illetve van egy alacsonyabb zajszintű opció, tehát hogyha főleg esti órákban indítjuk el, akkor még halkabban tud dolgozni, illetve van egy úgynevezett irányváltási opció, ezt ugye alapból a készülék dobja, forog jobbra is, balra is, de hogyha ezt az opciót hozzárendeljük, akkor ezt a forgás irányváltást ezt gyakrabban fogja véghez vinni. Ennek akkor van igazából értelme, ha hosszú szárú, ugye nadrágot, egybe ruhát vagy ingeket szárítunk, tehát ugye ahol jobban össze tud gabajodni a ruha, ez hivatott ezzel az opcióval a készülék kiküszöbölni. Illetve van rajta egy hangjelzés némítás opció, ez ugye a program végén alapesetben mindig ad egy figyelmeztető hangot a készülék, ez kikapcsolható rajta. A készülék Woolmark Blue besorolást kapott, ez azt jelenti, hogy nem csak energiatakarékosan, hanem rendkívül kíméletesen kezeli a gyapjú anyagot is ez a szárítógép. Ha benézzünk a belsejébe, egy nagyméretű betöltőnyílással rendelkezik, illetve dobvilágítást is tettek a készülékbe. A betöltőnyílás aljában található meg az a szűrő, ahova a ruhából kihullott, kinyert szöszök összegyűlnek, feltapadnak, tehát ezek közé, a lamellák közé fog a szösz összegyűlni, egy filtszerű ilyen táblába össze fog tapadni, ezt egybe le fogjuk tudni róla húzni, utána ami maradt szösz rajta, azt vízzel, zuhannyal leveretjük, és már vissza is helyezve újra használható a készülék. Alul a lenyitható ajtó mögött található maga a kondenzlemez, ide is gyűlhetnek össze szöszök, de igazából itt, ahogy friss levegőt a helységből szívja be, itt maximum a helységből porcica vagy bármi egyéb ilyen apró szösz az, ami összegyűlik, nem a ruhából. Amikor a készülék úgy érzékeli, hogy megérett egy tisztításra, akkor egyszerűen egy porszívóval ennek a rácsos résznek az első felületét le kell porszívózni. Tehát azt is jelzi nekünk a kijelzőn, hogy ezt mikor kell takarítani, illetve a szőzgyűjtő tartályt is mikor kell tisztítani. A harmadik dolog, amit a készülék jelez, hogy ha megtelt az a tartály, amiben a
szárítás során a kondenzvizet kinyeri és összegyűjti. Ez lehet 3-4 szárítás is, mire ez a tartály tele lesz. Ez mindig a betett ruha mennyiségétől, illetve annak netszívó képességétől függ, de ezt is jelzi, hogy mikor ürítsük. A készülék invertermotoros. Az invertermotornak az a lényege, hogy nincs a motor forgó egységében semmiféle kopó alkatrész, nincsen benne szénkefe. Ennek köszönhetően lényegesen csendesebb a működése, hosszabb az élettartama, illetve jobban beszabályozható a fordulatszám is. Az invertermotorra maga az Electrolux gyár az 10 év garanciát ad, csak regisztrálni kell a vásárlást az electrolux.hu internetes oldalon. Electrolux hőszivattyús szárítógép, A2 pluszos energiaosztályba sorolással, 8 kg töltőkapacitással, nagyméretű töltőkapacitással bíró mix, illetve ágynemű programmal, késletetett indítással.